Böcskei Balázs a vendégünk, jó estét! Jó estét kívánok! Aki egy kutatásért felel, ez az IDEA Intézet friss kutatása, az ATV publikálja először, és amely meglepő adatokat hozott, főként annak fényében nagyon meglepőket, amiket a Republikon szintén most tegnap, vagy talán ma reggel igen, közölt, és amely egészen más arányokat és teljesen más számokat hozott. Tehát amit önök mérnek, az szerint a Fidesz bár kétségkívül jól áll, de egyáltalán nem elsöprő az arány, amennyire jól áll, viszont az MSZP nem duplázza a DK támogatottságát, sőt, hogyan, milyen módszertani különbségek lehetnek? Ha jól tudom, akkor a Republikonnak a kutatása személyes megkérdezés volt, mi egy a bevett a kérdőíves politikai közönkutatásoknak a közösségi mérdőn alapuló célcsoport képzési módszerét ötvöző kutatás volt. Ez úgy tűnik, hogy van egy online szörvény, amelynek a kitöltése közösségi médián célzott hirdetésekkel történik. 1000 főre ugyanúgy reprezentatív a kutatás, minden társadalomtudomány mintavételi eljárásnak megfelel. Tehát ez véletlenül a legaktívabb Facebook jelenléte rendelkezők adatait tartalmazza, mert az aktívabbak nagyobb a választási hajlandóságú, de épp ezért vannak benépítve azok a fontosak, hogy kvótákkal optimalizáljuk, hogy valóban ezek a nagyobb aktivitású szavazócsoportok ennek megfelelően reprezentálják. De ők aktívak, arról mit szól a nemzetközi tendencia, aktívabbak a szavazás leadásakor a választófülkében is? Egy ilyen kitöltés során, és ezért az a nagyobb aktivitásra ügyelni kell, figyelni kell, ezért vannak kvótázási megoldások. Ezt értem, nem ezt kérdeztem, hanem hogy aki a Facebookon ennyire aktív, a kitölt egy ilyet, őre lehet számítani jobban például a szavazófülkében? Ez sokkal bonyolultabb ennél, hogy szavazófülkében, vagy általában tüntetésen részt venne, vagy petíciót írna, tehát a politikai cselekvés, a politikai aktivitás, mint olyan, az egy nagyon struktúrált valami. Tehát ez nem lehet megfogalmazni azt a szabályt, hogy aki az Facebookon aktívabb, az biztos, hogy egyébként elmenne szavazni, és aki lehet, nem Facebook felhasználó, az is egyébként elmenne szavazni. Tehát ilyenfajta együttállásokat azért nehezen lehet. Buta kérdés, mert nyilván azért csinálom, mert hisz benne, de mégis megkérdezem, hisz ebben a módszerben, hogy azok az adatok, amikről most itt beszélni fogunk, azok valódiak? Mert annyira hiszek benne, hogy a nemzetközi trendek ez, hogy ezek jöttek be a közönkutatásokba, hogyha Pew Research hisz benne, akkor az IDEA Intézet is fog benne hinni. Na jó, na akkor ennek jegyében nem tudom, tudjuk-e mutatni a kedves nézőknek, de beszélni róla biztosan tudunk, pártpreferencia, teljes népesség és a biztos szavazók körében nézzük ezeket. Biztos szavazó pártválasztók körében. A trendekről érdemes szerintem beszélni, ha már a Republikon szóba hozta ön, ugyanazt az utat járjuk be a trendeket illetően. A Jobbik támogatottsága mondjuk a mi kutatásunkban 3%-kal csökkent, én ezt nem mondanám beszakadásnak, vagy egy jelentős csökkenésnek, de kétségkívül a Jobbik támadását, a kormányzó párt részéről támadását megérzi. Azért az a negyede a támogatott körének, tehát azért az komoly. Igen, de jó okkal mondják a szakmabeliek, hogy hibahatáron túli csökkenéseket vegyünk alapnak, viszont a Fidesznek a 37-ről 42-re emelkedett a biztos szavazó pártválasztókörében a támogatottságában egy jelentős. Nem túloznám el a DK-MSZP versenyfutást, a múlt havi adatunkban az MSZP ugyanennyivel volt a DK előtt, úgyhogy ezeket szerintem helyi értékén kell kezelni, bár mondjuk Molnár Gyula helyesen teszi, hogyha a közvéleménykutatóknak az adatokra figyel, hiszen amit mutatnak akár a Medián, akár a Republikon, de bármelyiket mondjuk, az az, hogy van egy trend ebben az évben. A 2017-es év az MSZP trendje az, hogy folyamatos csökkenés. És ez teljesen mindegy, és a DK emelkedik, vagy az MSZP csökken, és a DK stabilitása gyakorlatilag megfordítja a sorrendet. Tehát a DK nem mozdul, az MSZP csökken, és akkor azt mondtuk ebben a stúdióban pár héttel korábban, amikor az LMP kapcsán beszélgettünk, hogy valószínű, hogy az MSZP válsága nem az LMP-nél fog jelentkezni, hanem az MSZP szavazók egy része DK-s szavazóvá válhat. Én nem túloznám el azért az MSZP től való szavazó szívó képességét Gyurcsány Ferencnek. Gyurcsány Ferenc fölött azért van egy üvegplafon, de az kétség, hogy a két pár között, ha nem is olyan jellegű közlekedény áramlás, de azért mégiscsak van. Na jó, de üvegplafon ide vagy oda, a DK-nál mértek már a biztos pártválasztóknál 11%-ot korábban? Nem mértek, de a DK-nál emelkedés mérnek, azt nem folyamatosan, kis emelkedéseket mérnek a közönkutatók, ám de ne felejtsük el, hogy a DK egy hónapja a magyar baloldali liberális szavazók legérzékenyebb témáját vett elő, a határon túli magyaroknak a témáját és a szavazati jog kérdését. Minden közönkutatás azt mondja, hogy erre rezonálnak a választók, erre rezonálnak a baloldali szavazók, és ez kifejezetten jó témának bizonyulhatott abban az időszakban, amikor az MSZP stagnált, most nem tudjuk, hogy ki a miniszterelnök jelöltje, eközben a Demokratikus Koalíció most a hírek szerint ugye több százer aláírás gyűjtött, vagy legalább 100 000-nél több aláírás gyűjtött csak erre a témára, úgyhogy az aktivitás az megmutatkozhat a DK-s támogatottságban, de nem tisztem ezt egy megmagyarázni, hogy kizárólag ennek van a hátterében, a DK aktívabb szereplő ma, mint az MSZP. Közben próbálok itt varázsolni, hogy a kollégák tudják mutatni, ha máshol nem, akkor az én gépemről ezeket a
táblázatokat, mert érdekesek. Hát például itt van ugye, hogy az együtt párbeszéd, ahogy az együtt és a párbeszéd korábban kérte, közösen szerepel ebben a felmérésben, miközben hát már külön vannak. Ez és itt is teljesben 3, biztosban pedig 5%-on van a párt, és ez a korábbi októberi adathoz hasonló. Ez végeredményben visszaigazolhatta azt a karácsonyi stratégiát, hogy ezek a együtt párbeszéd szavazók, ezek léteznek, ezek elérhetőek. Korábban mondjuk az Indexen publikált kutatás az új pólusa már szóba jött szavazók, és azt mutatták, hogy az új pólus szavazók inkább az új pólus pártjait keresik. És mondjuk egyébként olyan időszakban érte ezt a 3-5%-os támogatottságot az együtt párbeszéd, amikor Karácsony Gergely igazából a miniszterelnök jelölti kampányt különösebben nem folytatott. Na most már látják a nézők is. Például látják azt is, hogy az egyéb párt jobban szerepel, sokkal jobban szerepel, mint mondjuk a Momentum, amelyik egyfajta ígéret, és e szerint a grafikon szerint, hát igencsak ígéret marad. Sőt, ráadásul csökkenésről kell beszámolnunk. A biztos szavazó pártválasztók esetében a Momentum 4-2%-ra esett vissza. A kis pártoknak a százalékos támogatottságának a változását helyi értékén kell kezelni. Kispártokat eleve sokkal nehezebb mérni, van egy alulmérési problematika folyamatosan, de az jól látszik, hogy a Momentum az utóbbi időszakban nem tudta növelni jelentősen a támogatottságát, és ami igaz egyébként, és azt gondolhatjuk pont ebben a stúdióban több hónappal ezelőtt, hogy a kispártok közül, a dominánsok közül csak egy juthat be nagy eséllyel a választó az országgyűlésbe. Tehát az együtt párbeszéd most már együtt párbeszédnek a státuszát nem tudjuk, én a mai beszélgetésekből sem volt világos nekem, hogy mi lesz a párbeszéd státusza. Itt fékezzünk is le egy picit, a nézők látják a számokat, amúgy is ezt a párbeszéd helyzetet, ezt próbáljuk már értelmezni. Én próbáltam Szabó Tímeától megtudni, hogy ők most egy párt-e még. És igen, vehemensen kitartott amellett, hogy a párbeszéd változatlan egy önálló párt, de nekem úgy tűnik, nem akarok elébe menni nagyon a dolgoknak, hogy pontosan ezt áldozták most fel. Itt a Szigetvári Viktor a politika természetéről és Szabó Tíma és a politikára jellemző, hogy a politikára jellemző az alázat. Na most a politikában van egy még nagyobb törvény, ez pedig az, hogy a politikus autonóm legyen, a szónak abban az értelemben, hogy döntéseket tudjon hozni. Képes legyen döntéseket hozni, hiszen aki döntéseket tud hozni, az a cselekvő a politikában. Na most, amikor azt mondja Karácsony Gergely szombaton, hogy hát igazából nem szó szerint idezem, hogy a sorsát átadja az MSZP-nek a kezébe, döntsetek rólam ti, így fogalmazott, akkor pont a politikának a legeredendőbb, és a politikus legeredendőbb és szükséges tulajdonságát mutatja be, vagy veszíti el, hogy erőt mutasson, hogy önálló cselekvőként a politikai folyamatokat és körülményeket megváltoztató aktorként lépjen fel. És az azért furcsa, mert Karácsony Gergely ismeri a politikának ilyen természetét. Azon politikusok közé tartozik, aki előélete folytán, azért leginkább, aki benne van a, hogy is mondjam, a politikai működésnek a nem a zsargonjában, vagy szakzsargonjában, mert nem az a lényeg, hanem törvényeit ismeri. És ezért is furcsa nekem a párbeszéd pozíciója, mert hogy és ekkörül fogott ez a két beszélgetés is, amikor egy politikus ilyen értelemben radikálisan megváltoztatja az álláspontját, és ennek nincs egy felvezető szakasza, amikor látjuk, hogy az egyik stratégia kudarcot vallott, és ezért cserélni kell és korrigálni kell, hanem kedről szerdára változik meg egy pozíció, akár stratégiai értelemben, akár normatív értelemben, akkor ezt nagyon erősen meg kell magyarázni. És a párbeszéd ezeknek a magyarázatoknak még hiány van. Olyan vitái voltak az MSZP-vel a párbeszédnek, az uglótól kezdve egészen a napi közpolitikai-politikai vitáikig, ami élesebbek voltak, mint a DK-MSZP viták, pedig azokra azért lehet mesélni. A korszakváltás jegyében létrejött szervezetről beszélünk, és stratégilag nagyon megalapozottan, hihetően, kutatásokra támaszkodva érveltek úgy Szigetvári Viktor, Karácsony Gergely, hogy miért kell a sokszínűséget megőrizni és a koordinációra törekedni. És nekem elemzőként még hiányzik ez a fajta racionális levezetése annak, hogy miért, és most jön a kulcsán, kizárólagosan ez a stratégia, az egyetjelő stratégia egy olyan MSZP listáján, mint a trendeket, ha nézzük a 2017-es évet, az egy leszálló pályán lévő MSZP. Hát Karácsony Gergely ugye egy fél mondatta mondta, hogy az ő megjelenése talán ezt megfordítja, hát majd meglátjuk. Térjünk még vissza, van itt két grafikon, hogyha már ilyen ügyesek voltunk, ha meg tudjuk mutatni, akkor mutassuk is. Meg ön szerint jó vagy rossz irányba haladnak a dolgok Magyarországon, tették fel a kérdést, és ebből azért az látszott, hogy egy Fidesz-KDNP szavazó azért első pillanatban úgy gondolja, hogy ez minden világok legjobbika. Nincs ebben változás az előző hónaphoz képest, kizárólag a Fidesz-KDNP szavazói gondolják úgy, hogy jó irányból megy az ország. Akár a pártot nem választok, akár az egyéb pártot, akár az ellenzéki pártot választok, így a Jobbikot választok körében, és ez egy ilyen állandó tudás lett most már, hogy az országnak az irányai az rossz úton mennek. Nincs elmozdulás. Ez megint csak azt mutatja, hogy itt más közönkutatók is mondanak, hogy a kormányváltó hangulat, vagy hívjuk úgy, hogy a potenciális kormányváltó hangulat azért az itt van ebben a politikai térben.
És hát, hogyha azzal fenyegetik nagyon sokat a szavazókat, hogy az Unióból akar kilépni Orbán Viktor és az ő Fidesze, akkor arra itt van egy iránymutató mérés megint. Ez valószínűleg hatna az emberekre, hogyha ez elég hitelesnek tűnne. Mert hogy ebből az derül ki számomra, hogy még a Fidesz-KDNP szavazók sem akarnának az Unióból menni, mindennek dacára, amit hallanak nap, mint nap. A többiek meg teljesen egyértelműen elutasítják. Ám de bár azért furcsa, hogy az az úta, hogy a Fidesz egy európai értékek iránt kommunikációban teljesen elkötelezett párból eljutott oda, hogy egy euroszkeptikus pártá válik, hiszen az a kutatás, vagy ezek az elemények azt is mutatják, hogy a Fidesz szavazótábor erőteljesen uniószkeptikus, kiugróan euroszkeptikus. Hát 36% egyáltalán nem tartja fontosnak az unióhoz tartozni. Így van, ez azt jelenti, hogy működik a Fideszes szavazótáborban a soros benzin, működik az Európai Unió kritikája, működik Védjük meg Brüsszeltől, egyszerűen ez lett a motorja. És a kohézió. Na de Vonnának is sikerült valami, mert a Jobbiknál meg azt látjuk, hogy sokkal többen vannak, akik uniópártiak lettek, pedig a Jobbik aztán nagyon egyértelműen unió ellenes volt még 5-6 évvel ezelőtt. Néppártosodás megkívánta azt, hogy a néppártosodás az egyben szinonimája lett ilyen értem a Jobbik esetében, nem minden néppártosodás jár ezzel, de az európai elkötelezettséggel így van. Tanítja a választóit Vonna Gábor. Ez az elkötelezettség a DK-nál és az MSZP-nél a legerősebb, de ezt önök látták. Böcskei Varázsnak pedig köszönöm szépen a beszélgetést. Lett volna még miről itt bőségesen a mostani változások kapcsán, de majd legközelebb.